Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy hosszabb szakasz szeretnék felolvasni a Korintusi első levélnek az első fejezetéből. Pál apostol korintusbeliekhez írt első levele, és ott az első fejezetből olvasom a 18-tól a 31. versig. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tettei Istene világnak bölcsességét. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelül a zsidók jelt kívánnak, másfelül a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint a megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőteleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul, hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. Nemrégen egy szomorú helyzetben voltunk, egy temetésen, ebből a gyülekezetből is voltunk ott néhányan, amikor egy 32 éves fiatal lelkész egy autóbalesetben meghalt, és az ő temetése volt. Nagyon érdekes az, hogy egy ilyen eseményen, ahol nagyon sokan jelen vannak, van egy közös dolog, hogy mindenki szívében ott van a fájdalom, a szomorúság. Mégis attól függően, hogy ki milyen viszonyban állt azzal az emberrel, mégis vannak bizonyos különbségek az emberi érzésekben. Milyen tragikus az, amikor valakinek a házastársa hal meg ilyen fiatalon. Amikor először hallottuk ezt a hírt, mindenkit megrendített, hogy egy fiatal ember, akinek ott van a felesége, ott van a 4 kicsi gyermek, vajon mit élhet át a feleség? Mi lehet az ő szívében? Amikor ott álltunk a sírnál, láttam azokat a kicsi gyermekeket, akiknek az édesapját temették, hogy milyen szomorú szemmel nézett bele a sírba, még egy kicsit a lába is megemelkedett, hogy most mi történik az édesapjával. Nem tudni, hogy vajon egy ilyen kicsi gyermek mit ért meg ebből, és mi lehetnek, milyen gondolatok lehetnek az ő szívében. Mi busszal mentünk a temetésre, munkatársak, elég sokan, és ott a buszban is már többen beszélgettünk. Volt, aki elmesélte azt, hogy kicsi gyerekkorától kezdve ismerte őt, mindig együtt voltak. Volt úgy többször, hogy lelkész értekezleten ő volt a szobatársa, együtt aludtak, és nagyon-nagyon sokat tudtak beszélgetni. Volt, aki elmesélte azt, hogy hát igazából alig néhány hónapja találkozott vele először, talán egyszer vagy kétszer látta, de mint munkatárs eljön a temetésére, mert ez egy szörnyű tragédia. Én magam többször egy bizottságban
voltam vele, és úgy eszembe jutott az, hogy hányszor előfordult az, hogy teljesen mást gondoltunk bizonyos dolgokról, mindig más volt a véleményünk, de soha nem álltunk fel úgy, hogy bármiféle neheztelés vagy harag lenne a másik iránt. Egyszerűen megbeszéltük, hogy így legyen vagy úgy legyen, attól függetlenül, hogy nem egyezik a véleményünk. Mindenkinek a szívében ott volt a szomorúság. Több százan voltak a temetésen, és hát sajnos ma már egy olyan korban élünk, amikor a terror veszély is mindig fenyeget bennünket, és olyan feltűnő volt az, hogy egy temetésen miért van annyi rendőr, polgárőr, különböző olyan valaki, akik úgy általában nem szoktak ott lenni egy temetésen, de ha belegondolunk, hogy egy keresztény lelkész meghalt, ott lesz elég sok más keresztény lelkész, mint munkatársak. Vajon az ő szívükben mi zajlott le? Tehát nyilván ott volt az ő szemükben is az a megdöbbenés, hogy ilyen fiatalon valaki meghalt, de talán ők nem ismerték, tehát teljesen másképp élték meg azért ezt a temetést, mint a legközelebbi hozzátartozók. Ott voltak a temetkezési dolgozók. Sok-sok temetésen voltam már, de talán nem volt még soha olyan temetés, ahol ilyen hosszú ideig tartott a hantolás. Rendkívül hideg volt, csákánnyal kellett a föld rögeit szétverni, hogy egyáltalán tudják mozgatni. Nagyon hideg volt. Mi volt a szívében, a gondolatában azoknak a dolgozóknak? Nyilván ott volt bennük az, hogy milyen tragikus egy ilyen esemény, de talán ők mégiscsak másképp élték meg, megint csak ezt mondom, mint a legközelebbi hozzátartozók. Ugyanaz a dolog, ugyanaz az esemény, de az emberek másképp és másként élik át. Más van a szívükben. És még mindig van egy közös dolog, a szomorúság, a gyász, a fájdalom. De rengeteg olyan dolog van az életben, amiben ott vannak a különbözőségek, hogy bizonyos dolgokról hogyan gondolkodunk, és talán mindig van valami kis közös pont, de talán ennél is sokkal kevesebb, mint amit a temetésen volt. Pál apostol a korintusi gyülekezetnek, amikor írja a levelet, akkor a gyülekezetnek beszél arról, hogy abban a korban, amiben ő él, abban a világban, abban a környezetben, ahol élik az életüket és élik a hitüket, hogyan viszonyulnak az emberek ahhoz a dologhoz, ami egy keresztény gyülekezetnek, a keresztény gyülekezetnek a legfontosabb, hogy Krisztusról beszéljünk, hogy Krisztust dicsőítsük. És azt mondja Pál itt a korintusi levélben, hogy különböző emberek különböző képpen vélekednek, különböző érzéseket táplálnak ezután a gondolat után, hogy beszéljünk Krisztusról, vagyis dicsőítsük a mi Krisztusunkat. Valakit a gyülekezet tagjai közül mondta ma reggel, hogy valakit szeretett volna hívni az Isten tiszteletre, és az volt a válasz, hogy engem nem érdekel, és szinte ilyen elutasítóan, durván válaszolt, hogy nem érdekel. És lám, ma is ugyanígy vagyunk, hogy vannak emberek, akik különböző képpen fogadják azt, amikor az ember beszélni akar arról, keresztény emberként beszélni akar arról, ami számára egy létfontosságú dolog, ami számára egy megkülönböztetett jelentőségű dolog, Jézus Krisztusról. Azt mondja Pál, hogy egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk. Azt mondja, három embercsoport. Vannak, akik jelt kívánnak. Vannak, akik a bölcsességet keresik. Mi pedig prédikálunk. Mi a különbség a három között? És megfigyelhetjük-e azt, hogy az, amit Pál akkor, abban a korban, annak a gyülekezetnek leírt, az még napjainkban is ugyanúgy aktuális, mert napjainkban is megvan ez a három embercsoport.
Hát talán kezdeném a görögök bölcsességével, ahogy Pál fogalmaz. Ma is, és talán ma még inkább igaz az, hogy az embereknek egy jelentős része próbál mindent alátámasztani a tudománnyal, és úgy gondolkozik, hogy amit a tudomány alá tud támasztani egyértelműen, azt el lehet hinni, amit a tudomány nem tud alátámasztani, azt nem lehet elhinni. Ha megnézzük, akkor kicsi gyerekkortól kezdve a gyerekek tanulják a fizikát, a kémiát, a földrajzot, a biológiát, a történelmet, lehetne sorolni a tantárgyakat, és mindegyik tantárgynak, mindegyik tudomány területnek megvannak a maga törvényei, törvényszerűségei, elvei, és elmondják azt, hogy azok a szakemberek, akik ezt a tudomány területet művelik, azok mit tudtak meg, mit lehet ezekkel alátámasztani, és ha alá lehet támasztani, akkor azt mondjuk, hogy na, ezek egyértelműen bizonyított dolgok. Ezekre itt van a bizonyíték. Ezeket el lehet hinni, ezeket lehet továbbadni, ezekről lehet beszélni, ezekről lehet könyveket írni. És talán néha találkozunk ezekben a tudományokban olyan adatokkal, olyan információkkal, amelyek valamilyen szinten kapcsolódnak ahhoz, amit mi gondolunk, amit mi érzünk, amit mi hiszünk, a Jézus Krisztusról szóló tanítással, a mi hitünkkel, a vallásunkkal. És akkor az így gondolkozó emberek megkeresik azt, hogy mi az, amit a tudomány bizonyít abból, amit a vallásos ember mond. És hogyha vannak olyan dolgok, amiket bizonyítani lehet, akkor azt mondják, hogy hát akkor talán a vallásnak ezt a részét el lehet hinni. Gondoljunk csak bele, hogy mi is milyen boldogok vagyunk akkor, amikor a régészek feltárnak egy olyan helyet, amelyre azt mondjuk, hogy lám, alátámasztják azokat a gondolatokat, amelyek ott vannak a Szentírásban. Lám mégiscsak igaz, lám mégiscsak bizonyítható. Ők is megtalálták, ők is ezt mondják, egyetértünk ezekben a dolgokban. Milyen jó az, amikor azt halljuk, hogy mondjuk az orvostudomány felfedez az emberi egészséggel, az egészséges életmóddal kapcsolatban olyan dolgokat, amire mi hívő emberek azt mondjuk, hogy na hát ez benne volt a Bibliában, és mi is így gondoljuk, és ezt mondtuk már régen. Milyen jó az, amikor azt halljuk, hogy a pszichológia, az emberrel foglalkozó különböző humán tudomány ágak szintén hasonló módon vélekednek, mint amik a mi hitelveinkben is benne vannak, és azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy a tudomány is alátámasztja azt, ami a Bibliában van. Mennyire felháborít bennünket az, amikor olyanokat hallunk, hogy bizonyos tudományágak mást mondanak, más bizonyítékokat találtak, és nem egyezik meg az ő állításuk azzal, amit mi hiszünk. Akkor azt mondjuk, hogy itt valami nincs rendjén. És már is elindul az, hogy kinek van igaza. Nekem, aki azt mondom, hogy a tudásomat, az elképzeléseimet mind-mind arra helyezem, arra az alapra, ami az Isten igéjében van, vagy pedig annak az embernek van igaza, aki azt mondja, hogy én csak azt hiszem el, amit a tudomány bizonyít. Hiszen látjuk, hogy annak idején is már a görögök a bölcsességet keresték. Mi az, amit bizonyítani lehet, mi az, amit el lehet fogadni, tudományosan alá lehet támasztani. És valahol megáll a tudásunk akkor, amikor nem találjuk a közös nevezőt. Aztán azt mondja Pál, hogy a zsidók meg jelt kívánnak. Legalábbis bizonyos zsidók, vagy sokan a zsidók közül jelt kívánnak. Valami csoda történjen. Valami olyan dolog történjen, ami nem szokványos. Ami jelzi azt, jelértékű arra vonatkozóan, hogy itt valami természet fölötti történik, valami isteni dolog történik, mert hogy
nem ez szokott általában történni. És napjainkban is nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy az embereknek egy jelentős része azt mondja, hogy hát igen, igen, vannak dolgok, amiket a tudomány bizonyít, vannak dolgok, amiket alá lehet támasztani a különböző tudományterületeknek az állításaival, na de attól lesz valami igazán isteni, attól lesz valami igazán Istennel kapcsolatos vallással, hittel kapcsolatos dolog, hogyha a tudomány által bizonyított dolgokon kívül még történik valami. Amikor éppen a tudomány nem tudja megmagyarázni azt, hogy ez most miért történt. Amikor csoda történik. És hát nagyon sokszor az ilyen emberek azt vallják, hogy hát akkor mondhatjuk azt, hogy itt van az Isten, akkor mondhatjuk, hogy az Istentől való ez a dolog, amikor olyan dolog történik, ami természet feletti. Amikor az emberek nyelveken szólnak, amikor kézrátétellel azonnal meggyógyulnak, amikor olyan rendkívüli dolgok történnek, amire nincs magyarázat. Valami jel történik. Pál pedig azt mondja, hogy amellett, hogy vannak, akik jelt kívánnak, amellett, hogy vannak, akik a bölcsességet keresik, a tudományok által alátámasztott dolgokat keresik, itt vagyunk mi, mint egy harmadik csoport, aki azt mondja, mi pedig Krisztust prédikáljuk. Mi pedig azt mondjuk, hogy nagyon jó dolog az, amikor a tudomány alátámaszt bizonyos dolgokat, mert örülünk annak, hogy érthetővé válnak számunkra olyan dolgok, amiket talán nem is tudtunk olyan jól értelmezni és megmagyarázni. Jó dolog az, amikor tényleg csodálatos dolgok történnek, mert való igaz az, hogy napjainkban is a Jóisten csinál csodákat, tesz csodákat. Tényleg történnek gyógyulások, tényleg történnek hatalmas dolgok, amelyeket nem lehet megmagyarázni a természet törvényeivel, csak hogy a hitünk nem azon múlik, hogy most történt-e éppen ebben az esetben egy ilyen csoda. A hitünk nem azon múlik, hogy a tudomány alá tudja támasztani, amit én most éppen gondolok, hanem a hitünk azon múlik, hogy egyezik-e azzal, amit prédikálunk, vagy prédikálnak azok, akik kezükbe veszik a Szentírást, és azt mondják, hogy az, amit én most állítok, az az Isten igéjéből származik. Vagy az, amit én most állítok, az én saját tapasztalatomból származik. Mert a következő kérdés, amire el kell, hogy jussunk, az az, hogy honnan merítik az alapot azok, akik a bölcsességet keresik? A tudományokból. Honnan merítik az alapot azok, akik a jelt keresik? A csodákból, hogy csoda történt. És honnan merítik az alapot azok, akik, azt mondja Pál, hogy a Krisztust prédikáljuk? Amit ők átéltek, amit megtapasztaltak. Talán a legszemléletesebben van megfogalmazva János első levelének az elején az, hogy hogyan prédikálják az apostolok, az első tanítványok azt, hogy Krisztussal milyen tapasztalatuk volt, és hogy mi az, amit nekik tovább kell adniuk. János első levele első fejezetében a levélnek az elején a következőt olvashatjuk. János első levele, első fejezete így kezdődik. Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál vala, és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Azt mondja János, hogy amit mi megtapasztalunk, nap mint nap megtapasztalunk, amit mi átélünk, hogy nekünk közösségünk van a Jóistennel, nekünk közösségünk van Jézus Krisztussal,
És mi erről beszélünk. Mi erről prédikálunk. Nem arról, amit valamilyen könyvből megtanultunk. Nem arról, ami most éppen eszünkbe jutott, mert olyan kedvünk volt, hanem amit megtapasztaltunk. Ami egy valóság, ami számunkra. Ami a mindennapi életünknek egy része. Amit nem időnként előveszünk, hogy hát most megint itt az ideje, hogy valami ilyen témával foglalkozzunk, hanem ez az életünk, mindennapi életünknek a minden percét átható lényege. És azt mondja, mi erről prédikálunk. A következő kérdés az az, hogy ha már ilyen háromféle embercsoport van, és ugye nagyon gyakran úgy gondolkozunk arról, hogy három embercsoport van, hogy hát mi vagyunk itt, és akkor rajtunk kívül az emberek, hogyan lehet őket csoportosítani, hogy melyik csoportba lehet őket besorolni. De azért, ha belegondolunk, nem csak ennyire egyszerű a dolog, hanem azt is látjuk, hogy időnként mi is egy kicsit húzunk valamelyik csoporthoz. Mi is az életünknek, akár a hitéletünknek valamelyik területén oda csapódunk valamelyik csoporthoz. Mert hogy élhetjük a hitéletünket úgy is, hogy hát igen, azokat fogadom el, amik tényleg bizonyítottak. Azért én egy hívő ember vagyok, és úgy nagyjából túlnyomó részt gyakorlom azokat a dolgokat, amik hozzá tartoznak a hithez, de azért hát vannak olyan kérdések, amiben hát azért csak egy modern ember vagyok már ebben a modern világban, azért mindent csak nem lehet elhinni. Sose felejtem el azt, amikor egyszer régen egy temetés végén odajött hozzám valaki, aki mondta, hogy hát ő egy más vallású ember, és kíváncsi volt, hogy milyen egy adventista temetés, és azt mondja, hogy megállapítom azt, hogy tiszteletes úr maga is ugyanarról prédikált, mint a mi papunk, a feltámadásról. Úgyhogy ez egy nagyon szép és jó dolog. És úgy nagy lelkesedéssel mondta ezt, egy kicsit várt, azt mondja, csak tudja, sose láttam én még senkit kijönni onnan a sírokból. És úgy benne volt ebben a mondatban az, hogy hát igen, a mi papunk is erről prédikál, nálunk is, egy másik egyházban is ugyanerről szól az igehirdetés, ugyanerről szoktunk beszélni, de mi az igazi hitünk? Hát amit a tudomány bizonyít, és ilyet nem bizonyít, hogy feltámadnak a halottak. Lehet, hogy erről szól a prédikáció, de nem történik ilyen. Pedig ha sorba látnám őket, hogy kijönnek, ugye egy természetfeletti dolog, akkor jel történik. Vagy a tudomány meg tudná magyarázni, hogy miért történnek feltámadások, akkor a tudomány által elhiszem. Na de egyik se. Se a csoda nem történik meg, se a tudomány nem állítja ezt, hát akkor én miért valljam? És hogy sokszor a hitéletünk egy kicsit belecsúszik ebbe az állapotba, hogy én elfogadom, hogy ezt kell mondani, mert ez illik bele abba a vallási keretbe, de a szívem mélyén azért ott van bennem a kétség, hogy tényleg van feltámadás? Tipikus kérdés napjainkban, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot? Mert a Bibliában ez van, a prédikáció erről szól esetleg, na de ezt el lehet hinni napjainkban, ebben a modern világban? Mit mond a tudomány? Milyen csodák meg jelek történnek? Összeegyeztethető ez a kettő? És akkor mi van az én hitemmel? Hogyan jövünk el egy Isten tiszteletre? Mi van az én szívemben? Miért vagyok itt? Ja, egyébként a modern tudományok is azt mondják, hogy még a lelki egészségre is egy pozitív hatással van, hogyha valaki imádkozik, meg ott van a gyülekezetben, ezért vagyok itt. Vagy Krisztussal akarok találkozni? Úrvacsorai alkalom van, akkor
egy csodálatos dolog történik az ember életében, hiszen a Jóisten megbocsátja az elkövetett bűnöket, és az ember egy tiszta lappal indul, és hát az olyan nem jól néz ki, hogyha az ember hiányzik az úrvacsorai alkalomról. Miért vagyok itt? Azért, mert nem jól néz ki, vagy azért, mert nekem szükségem van arra, hogy a Jóisten megbocsásson nekem? Szükségünk van rá, és bárcsak mindenki ilyen határozottan el tudná mondani, hogy igen, én csak ezért jövök. Nekem ez a fontos. Azt mondja Pál, hogy mi, akik a Krisztust prédikáljuk. És utána hozzáteszi azt, hogy és ez a prédikáció, ez sokszor bolondság, vagy megbotránkozás azoknak, akik a jelt keresik, meg a bölcsességet keresik, hallják, de mivel valamivel nem egyezik meg, amit ők alapnak tartanak, ezért számukra megbotránkozás, ezért számukra bolondságnak tűnik, pedig ez az, ami azt mondja, megtartja a hívő embert. Ez az, ami tovább viszi, ami egy sokkal nagyobb értéket jelenthet a hívő embernek. Mert azt mondja, hogy én ezt elfogadom, én erre helyezem, nekem ez az alap, nekem ami a prédikálásban elhangzik. Abból a prédikálásból hangzik el, amely nem a tudományra, nem a csodára, hanem arra épít, hogy milyen személyes tapasztalatom van a Krisztussal. És ugye az igazi prédikáció az, amikor az embernek megvan a személyes tapasztalata Jézus Krisztussal, és ezt tovább tudja adni a másik embernek. Amikor el tudja mondani, hogy én mit éltem át, amikor el tudja mondani azt, hogy az én életemben ez hogyan zajlik. Bölcs prédikációkat lehet összeállítani, különböző dolgokat egymás mellé téve, különböző logikai következtetéseket egymás mellé téve. Bölcs prédikációkat lehet elmondani úgy is, vagy nagy prédikációkat, megható prédikációkat lehet elmondani úgy is, hogy elkezdek felsorolni olyan csodákat, hogy ha tudjátok, hogy Tájföldön, meg Dél-Amerikában, nem ilyen, meg olyan nagy csodák történtek, ez mind szép és jó dolog, nem tudom, hogy ki látta, meg ki hallotta ezeket a dolgokat, de hogy szól-e a prédikáció arról, hogy nekem milyen tapasztalatom van Jézus Krisztussal, hogy velem mit tett az Úr Jézus, hogy az én életemben ez hogyan nyilvánul meg, hogy én mit élek át. Kellenek történetek, amelyek akár egy távoli ország, világrészben, akár bárhol történik, és esetleg jól alátámasztja azt a gondolatot, amit én szeretnék a saját tapasztalataimból megosztani. De vajon a prédikálás az alap? Az, hogy nekem is egy személyes tapasztalatom van Jézussal? Ezt kell megosztanunk a másik emberrel. Ebből kell, hogy álljon, hogy ezen kell, hogy alapuljon az, amit mi elmondunk a másik embernek. Hiszen azt mondja, hogy ott a zsidók és a görögök között is voltak olyanok, akik talán először azt mondták, hogy a jel meg a bölcsesség az, ami nekünk kell, de amikor azt mondja Pál, hogy mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettek, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot, ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Tehát, hogy azok az emberek, akik még először jelt kívántak, meg bölcsességet kerestek, amikor meghallják ezt a személyes tapasztalatot, a személyes bizonyságtevést, meghallják a prédikálást Krisztusról, akkor akár ők is el tudják ezt fogadni. És azt mondja, hogy kicseréljük azt az alapot, amire építeni akarunk. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
Ez az, ami mindent felülír. Ez az, ami mindennél erősebb. És ez az, amire nekünk is a legtöbb erőt és energiát kell szentelni, hogy ilyen tapasztalataink legyenek, hogy erre tudjunk építeni. Van egy történet arról, hogy három ember kap ugyanakkora mennyiségű vasanyagot, és azt mondják, hogy ebből a vasból kiindulva építsd fel az életedet, gazdálkodjál vele, és hadd lássuk, hogy mire tudsz jutni. És az egyik ember az csinált ebből a vasdarabból egy patkót, egy lónak a patájára való patkót, és azt mondja, hogy eladtam 1000 forintért, úgyhogy 1000 forintot kerestem abból a vasból. A másik ember azt mondja, hogy hát különböző ilyen gépek segítségével ilyen varró tűket készítettem a vas anyagból, és hát ugyanakkor a vas anyagot kaptam én, de mennyi varró tűt lehetett készíteni belőle, úgyhogy én nem 1000, hanem 10 000 forintot kerestem azból a rengeteg tűből, amit én abból elő tudtam állítani. Úgyhogy 10-szer annyi jövedelemre tett szert. És volt a harmadik ember, aki azt mondta, hogy hát én ilyen nagyon bonyolult óraszerkezeteket gyártottam, ugye nagyon picik, nagyítóval kell nézni, olyan picik ezek a szerkezetek, de olyanokat gyártottam a vasból, abból órákat raktam össze, 100 000 forint volt a bevételem. 100-szor annyi, mint az első. Nem mindegy, hogy valaki hogyan gazdálkodik. Nem mindegy, hogy ami van, azzal mit kezdünk. És ami valakit mondta ma délelőtt, hogy a legnagyobb kincs az életünkben az az idő, mert nem mindegy, hogy az időnket mire fordítjuk. Vajon az időnkkel hogyan gazdálkodunk? A Jóistentől mindannyian kapunk 24 órát, vagy 60 percet, vagy attól függ, mekkora intervallumot veszünk. Mindenki ugyanannyit kap. És vajon mit kezdünk vele? Mennyire hasznos dologra fordítjuk azt az időt? Nincs abban semmi rossz, hogyha valaki egy olyan dolgot tesz, aminek úgy különösebben nincs nagy haszna, de nem bűnös dolog. Hát nem vonhatja senki kérdőre az embert, hát nem rosszat tett. Aztán lehet, hogy valami olyan kis haszonnal járó dolgot teszünk abban az időben, de vajon fordítunk-e elég időt, vagy fordítunk-e elég sok időt arra, hogy odafigyeljünk arra, hogy Istennek milyen üzenetei vannak, ami számunkra, és hogyan akar vezetni bennünket az életbe. Mert ez, amire valljuk be őszintén, sokszor a legkevesebb az időnk, hiszen annyi minden fontos dolog van ebben a világban, ez az, ami a legértékesebb, ami a legfontosabb ami számunkra. Kell néha pihenni. Az előbbi példára visszamenve, kell a lovaknak patkó. Nem rossz dolog az, hogyha valaki patkót gyártott. Kell ruhákat varni, és ehhez kellenek varrótűk. Ez is egy jó dolog. De hogy tudunk-e jól gazdálkodni, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki, ez egy másik kérdés. Tudunk-e időt tölteni úgy, hogy mondjuk adunk magunknak időt, hogy pihenjünk, hogy egy kicsit olyan dolgokkal is foglalkozunk, mint a csodák tanulmányozása, vagy a tudományoknak a tanulmányozása. Ezek mind nagyon fontos dolgok lehetnek akár az életünkben, de hogy a legfontosabb megvan-e? Az, hogy Istennel időt tölteni. Istennel járni. Istennel tapasztalatot szerezni, és ami még nagyon fontos, a tapasztalatunkat továbbadni. Hiszen mindig ez jut eszembe, hogy a tanítványoknak ez egy olyan erőt adott, olyan lelkesedést adott, hogy mindig azt mondták, hogy nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, azt ne szóljuk, ne mondjuk el, ne adjuk tovább, mert
ott feszít belülről az a lelkesedés, az a tűz. Adja jó Isten, hogy megtapasztaljuk azt, hogy a jelek és a bölcsesség, a tudomány mellett, vagy azokon kívül a legfontosabb a számunkra az az, hogy személyes tapasztalatunk legyen Jézus Krisztussal, és erről tudjunk prédikálni, és ezt tudjuk úgy átadni embertársainknak, hogy ők is jussanak el oda, hogy számukra ez a világ szerint ugyan bolondságnak tartott dolog Krisztushoz vezeti őket, és ez alapján tudnak Isten mellett dönteni, és Isten követőivé válni. Adja az Úr, hogy ez így legyen a mi életünkben. Amen.